A film alapjául megtörtént esemény szolgált. Egyes neveket megváltoztattunk, egyes szereplők pedig több ember összetett megjelenítői. Arcade, New York állam, 1988. március 25-e. Elizabeth Montgomery, Felföldi Anikó. Kegyetlen terv. Még egy csészével, Walter? Hát maga korán kelt. Mi van, álmatlanoknak mutatva házakat? Barbie beteg. Anyu, ráérsz holnap úgy reggel 6-kor? Mr. Squires, hogy van ma reggel? Most, hogy kérdi, kis és zsíros malfánk. Ó, még jó, hogy nem evett többet. Na és melyik tetszik jobban, Gail, a kaja vagy a házárusítás? Ilyen hajnalban az, amit épp nem kell csinálnom. Wilbur Squire szerint a vendéglőmben zsíros fánkot szolgálunk fel. Tegnap meg légy volt benne, szerinte. Holnap koleszterin nélkül kéri majd a tojást. Kérsz, anya? Frissek? Kérek-e? Ölni tudnék érte, de fogok? Soha! Hé, hey, minden oké? Okay? Ez focista lesz. Parancsoljon, Mr. Squires. A vendégem. Mit szólna egy fánkhoz a kávé mellé, Bob? Nos, tudja, mit gondolnak a zsaruk a fánkokról? Anya, nem helyettesítenél? Ki van zárva? Be kell érnem dolgozni. Ő pedig nem bírja ki a reggeli csúcsot. Ó, jó Istenem! Zene Misha Segal. Fényképezte William Wages. Szia, Barb! Nézd, nagynéni lettél. Hát nem gyönyörű szép. Csodálatos. Gratulálok, öreg. Michelle-nek meg se kottyant. Csak én dolgoztam. Törzsöltem a hátát, elvágtam a zsinórt, tartottam a videókamerát. Jaj, Istenem, mit csinálnánk férfiak nélkül? Mikor foghatom meg? Nem sokára. Azt hiszem, már megint éhes. Michelle most fog szoptatni. Na, majd később benézek. Várj csak, míg kezelésbe veszlek, picim. Sziasztok! Szia! Walfer ingatlan ügynökség. Írta Daniel Friedenberger. Rendezte Michael Tuckner. És hány hektárra gondolt? És a patak netán az ingatlanról induljon, és fejeződjön, és be erre vágyik? Igen. Körbenézek, és majd visszahívom. Harvey Kledinst várja a négyesen a szerződés miatt. Brian Furman az ötösen a szardiniai ház miatt. Valami baj van, Bob? Csak egy kérdés. Furman kocsiból hívta. Oké, okay, intézd csak. Nem tudsz egy farmot patakkal? Gail Walfer. Mrs. Walfer, áll még a ma este? Ó, igen, beszéltem a tulajjal. A barátnője csak később ér haza, de ő talán már hétre otthon tud lenni. Hát ez kicsit korai nekem, hiszen Ohioból jövök. Oké. Okay. Akkor mi lenne jó? Nos, mondjuk 9:30. Nem, inkább 9:45 legyen. Remek. Majd útba igazítom, jó? Nem. Megvan a cím. Majd ott találkozunk. Rendben. Viszlát. Ezt nevezett profi viselkedésnek? A főnök kezdett ki velem. Az mennyire profi? Fel akarsz mondani? Én inkább egy korai vacsorára gondoltam, mely alatt megmutatnám a főnöknek, hogy lehet egy paszból gólt rúgni. Ki kell mennem a Sloan házhoz? 9:45. És vissza akarok menni a kórházba. 6-ra menj a kórházba. És 8-kor találkozunk annál a motelnál. Úgyis útbe esik a Sloan házhoz. Ez még a gólnál is jobban hangzik. És miért nem megyünk haza? Mert a motelban nem telefonálnak a lányaid. Mondd, tisztában vagy azzal, hogy egy nagymamával beszélsz? Én díjazom a tapasztalt nőket. Harvey szerint többet vár erre a hívásra, mint a szerződésére.
Egy perc, Harvey, pont az iratokat keresem. Korábban megyek Sloanékhoz. Mi lenne, ha 10-kor ennénk, és utána otthon kihúznánk a telefont? Rendben. De szombat reggelre ne szervezz semmit, Nagyi. Szia, Gézsa. Az az ügyfelem kocsia? Gondolom, én is most jöttem. Korán jött. Azt hittem, együtt jöttetek. Nem ide valósi. Ez az első ház, amit megnéz. Hát reméljük, szerencsént lesz. Ez meg mi? Mozgásdetektor a régi olnál. Tehát biztos épp azt mutatja meg. Oké, megkeresem őket. Mr. Furman? Mrs. Wolfer. Hello. Hello. Nem túlzott erről a házról. Maguk még nem találkoztak? Nem, az üzletem Ohio-ban van. Most terjeszkedem Buffalo felé. Mivel foglalkozik Brian? Utazási ügynökség. Nem akarná esetleg elcserélni a házát mondjuk pár száz vakációra Bermudán? Egyszerű gyerek vagyok, a KP is megteszi. Nos, akkor körbevezetem. Már megtettem is, érdekli. Ted mondta az árat? 229-et? Igen, de ezek közül is érdekelne néhány. Ugye szőröstül, bőröstül érdekli. Igen, a kompresszor, a hóeke, körfűrész. Nagyszerű. Ó, most nagyon beindult az üzlet. Remek, akkor menjünk vissza a házba. Hozom a csekkfüzetem. Zárt láncú tévé, mozgásdetektor, biztonsági világítás. Mit tart itt bent, Ted? Több rúdaranyat? Fuvarozó vagyok. Gyakran parkolok be ide a telikocsival, és szeretem szemmel tartani. Ezt a nyomtatványt használjuk az ajánlattételkor. Megohajtják nézni? Igen, de a papírmunka előtt szeretnék még kimenni a mellékhelyiségbe. Jó, persze, arra egyenesen. Köszönöm. Na, már meg is vette? Nem tudom. Nem bőzlik itt valami? Mi baj lehetne? Kinek van csak úgy parlagon 230 000 dollárja? Talán kirabolt egy bankot. Azért, mert fekete? Na szép. Hé, csak vicc volt, oké? Okay? Ne mozdulj! És szép lassan emeljék fel a kezeiket. Mi az Isten akar? És most szép lassan fogunk mindent csinálni, mert akkor senkinek sem esik bántódása. Tehát feküdjenek a földre, arccal lefelé. Azt mondtam, most de gyorsan! Yep.
Mi lenne, ha megmondaná, hogy mit akar? Tudod, mit akarok, Ted. Kicsoda maga? Feküdjön le. Kelj fel! Kelj fel! Most folytatjuk a tárgyalást. Indulj, fel! Kijönök, Lopek. Mutasd rá, ahogy. Elődöd. Nem. Mindjárt kész. Ne aggódjanak, semmi baj, nem fog bántani. Igen, persze. Csak ennyim van. $2,600. Aha. Sétáljunk ki az úrhoz, Ted. Nincs ott semmi, haver. Csak kísér ki, oké? Lássuk, mi van a lakókocsiban. Előröd a csomót. Na, úgy van, azt hiszem... Meg tudod csinálni? Nem lehet el tudsz csinálni. Oké. Hol a telefon? Ott a pulton, a tűzhelyen. Majd segítek. Oké. Kösz, megvan. Köszönöm. Központi ügyelet. Kérem. Központi ügyelet, sajnos rosszul hallom. Ott van még? Központ. Központ, küldj a rendőrséget. Sürgős segítséggel. A pontos címet kérném. Mit történt? Jönnek vissza. Kérem, küldj a rendőrt. Egy fegyveres férfi van itt. A Philips út is. A Madison elágazásnál. Szardiniában. Sajnálom, hogy a padlón hagytam. De muszáj megkötözve hagynom. Nem lenne kényelmesebb az egyik ágyon? Ez megfelelő Szizannal együtt. Nem. Azt hiszem, kényelmesebb lesz a hálószobában. Akkor csak szép lassan és nyugisan, oké? Na, jöjjön, szép lassan. Így. Jól van. Na most, tud ugrálni? Jöjjön. Nem. Sajnos attól tartok, meg kell kérnem, hogy forduljon a hasára. Igen. És akkor most leveszem a bilincset. Így. Meg is van. Na most, nem kérne egy párnát?
Ugye nem fog váltani? Nem. Én nem szoktam senkit sem bántani. Szardiniában. Bűnügyi egység, ügyeletes nyomozói figyelem. Lövöldözés történt Szardiniában a Philips és Madison elágazásánál. Két áldozat van, a támadó észak felé menek. A mentők a helyszínen vannak. Igen. Mi újság? Agyműködés kihagy, vigyük gyorsan. Tud beszélni? Vigyük a kocsiba. Mondott valamit, amikor később, ide... Később, vigyázzon. Megvan. Egy, két... Vigyázz! Három lépcső van. Mondott valamit a támadóról? Egy neve? Az agya tele van ólommal. Ezzel már nem igen tud beszélni. Két másik van a házban. Élnek még? Egyik sértetlen, a másik elég csúnya. Egy, két... Rajta! Gail, én vagyok az, Bob Browning. Elment már. Elment? Ki volt az Gail? Velük. Volna fogadnom. Hívtam a helikoptereseket, a kórháznál várnak ránk. Gyerünk, induljunk hogy vele. Hogy hívták? Indulunk, uram, sok vért veszíte. Vigyázzon. Oké. Fordulj! Hívom a lányokat. Mondja, hogy szeretem őket. És Bob...
meg fogok halni. Tartsuk ki, Gail, nem lesz semmi baj. Miért nem nyomta meg a riasztógombot a biztonsági rendszeren? Nem volt bekapcsolva. Áram alatt van. Épp költözünk. Ted már nem fizetett a megfigyelésért. Nyomozó úrra, a kapitány várja. És fogalma sincs, ki volt a támadó? Soha életemben nem láttam. Gail, hogy tudjuk megtalálni a Krapnekot? Biztosan van valami telefonszáma az irodában. Soha nem adta meg a számát. Nem hallhatok meg. Még látni akarom azt a picit. Gyerünk, kapitány, indulnunk kell. Tartson ki, Gail. Tartson ki. Hello? Igen? Szép ház, tömve drága játékokkal. Ezek a kocsik egy vagyont érhetnek. Mondd ez neked valamit? Sloan drogokat árult? Már dolgozunk rajta. Ha Sloan akarta, miért akkor csinálta, amikor Gail is itt volt? Talán mert bele tudott bejönni. Talán itt se kellett volna lennie. Csak Sloan? A támadónak volt ideje kinyírni Sloant, mielőtt Claridge és Gail megjött volna. Valamit keresett. Talán drogot, talán kápét. Claridge szerint 2600 dollárt kapott. Egy lószart. 2006-ért nincs drogüzlet. Nem jön össze. Lehet, hogy a rablás nem volt benne. Talán csak Sloant akarták kinyírni. És Claridge-nek tudnia kell, kinek volt útban. Akkor vegyük át még egyszer. Magának és a barátjának volt ez a drogbulija. Már mondtam, az Ted bulija volt. Semmi közöm a kábítószer kereskedéshez. Azt mondta, elment vele Floridába, hogy a maga kocsiába hozta a kokót. Én csak utas voltam. Elnézést, rosszul fogalmaztam. Ted ki akart szállni a buliból, leadta a vásárlóit. Azt ígérte, elköltözünk innen, és új életet kezdünk. Ezért kellett eladni a házat. De nem volt rá vevő. A drogbulira volt? Otthon tartotta a pénzét? Mindenkinek tartozott. Ahogy kapta, adta is tovább. Ugyan, Susan? Ted le volt égve. Miből akart új életet a házból. Kezdeni? Talán csak maga nem tudta, mit nyert le. Talán csak kihasználta magát. Ez nem igaz. Nem használt ki. Szeretem. És ő is szeret. Akkor segítsen megtalálni, ki tette ezt vele. Ki vette meg a boltot? Ki tudta, hogy van pénz a házban? Egy név kell. Hogy sikerült sértetlenül kijutni onnan, Susan? Szerettem Tedet. Én nem voltam benne. Akkor ki volt? A Kropek, aki megvette Ted buliját. Szerinte Ted átvágta úgy 90 000 dollárral. Hogy hívják az ürgét? De nem én mondtam, oké? Benny Lazara. Köszönöm. Visszahívja, vagy inkább üzenetet hagy számára? Melyik szobában van? Nem engednek be hozzá. De jól van? Senki nem mond semmit. Michelle-t felhívtad? Be akart jönni, de mondtam, hogy nem kell. Átnéztük az irodát a rendőrökkel. Semmit sem találtunk erről a Furman nevű alakról. Önök Mrs. Wolfer családja? Igen. Wolfer doktor vagyok. Én operáltam a beteget. Még nem tért magához. De rendben jön? Még nem tudjuk. Sok vért veszített. Az egyik golyó átszakította az idegeket a nyak jobb oldalán. Eltört az állkapcsa. Tudjuk, hogy súlyos, de... Lehet, hogy az idegek is károsodtak. Meg is bénulhat. Ezt még nem tudjuk. Doktor úr, órák óta várunk, az igazat mondja, túl fogja élni?
Kritikus állapotban van. Buffalo, New York állam. Bemegyünk. Kezdjétek. Rendőrség Lazara. Éri megyei serif hivatala. McLaughlin. Kissé furcsa név egy zsarunak. Csak nem libanoni. És mit akarnak? Adja féláron maguknak a használt abroncsokat, vagy mit? Mara elegáns üzlete van benni. Ezért biztos jár pár év a sitten. Vito, a papírokat. Oké. Okay. Mióta tilos bütykölöm a saját kocsiaimat? Ja. Azért kapja szét a külföldi kocsikat, hogy segítsen az amerikai ipar. Talán inkább meséljen arról, miért akarta kinyíni Ted Sloan-t. Sloan? Sloan? Használt kocsit vett tőle, vagy mi? Megvette a kis fekete könyvét benni. A kábítószer vevőit. Ó, igen, és ez be is tudja bizonyítani? Addig maradunk, amíg nem sikerül. Akkor jó, mert van egy állati drága ügyvédem, aki imádja a zaklatási ügyeket. Na akkor figyelj, segfej. Zaklatás kell. Megsértetted a gépjármű törvényt, a tűzrendi szabályt, az építési törvényt, a munkavédelmi szabályt. És Saigon eleste óta nem járt fogkefe a szájadban. Oké, ha a szájápolási szokásaimra kíváncsi, megbeszélhetjük az ügyvédemnél, oké? Hogy hallasz. Szorítsd a kezem. Mondd, hogy áll még. Itt segített a rajzolónak. Elküldted az FBI-nak? Ja, de nem biztos, hogy lelépett a környékről. Ha még itt van, levágathatta a szakállát. De szemtanúkat nem akart hátrahagyni. Elcseszte, miért maradna itt? Azonosítottuk a bilincset, ami Claridge-en volt. Buffalo-ban árulták 12 évvel ezelőtt. Ki vette meg? Egy azóta csődbe ment cég. Honnan szerezte Furman, ha nem helybéli? A helybéli remek, beköpheti Lazarát. Igen. Ha megtaláljuk. A maga anyja az, akit lelőttek? Csak a házat mutatta meg. Szemetek. Sok szemét van a világon. Úgy gondolják, bérgyilkos volt. A templomunkban sokan imádkozunk az édesanyjáért. Mondja meg neki, ha felébred. Kaphatok inni. Sziasztok! Sziasztok! Maradj! Végre! Csak megjöttem! De szó
sincs róla, ki van zárva, jól vagyok, nem kell segíteni. Gyere. Semmi baj. Hadd nézzem meg közelebbre. Támaszkodj rá. Jaj, de szép vagy. Már nem vagyok öreg, nem vagyok beteg, csak be akarok menni, hogy végre megfoghassam ezt a picit. Ez a pici segített túlélnem mindent, higgyétek el. Azt hittem, most arra már tud valamit a rendőrség. Nem hívhatnak minden nap. De azért megmondhatnák, mire jutottak. Mit akarsz most, hogy itthon van óránként járőröznek erre? Miért nem akarnak jelenteni nekünk? Nem kérsz tortát? Alig ettél. Miért járőröznek erre? Hát miatta? Cseresznye torta. Michel meg almát hozott neked. Förmen miatt? Remek, Bob. Csak ma jött haza. Aggodalomra semmi ok. Ha profi gyilkos, a Krapek már a folyó mélyén alszik. Mi az, hogy a folyó mélyén? Nem hagyhatnánk abba? Mert elszúrta. Erre gondoltál? A zsaruk szerint még nincs vége. Gail. Nem tudják, hol van. Anyu, ne izgasd fel magad. Azt hiszik, visszajön, ugye? A zsáruk lezárják a kocsijukat? Ezen a környéken igen. A sötétben tapogatódzunk. Egész nap járjuk a fodrászokat. Még hány van hátra? Ígérem, ez az utolsó. Ide jön az ügyész, de úgy látom, késik. Szerintem megnyerik a hétvégének. Ugyan már semmi esélyük. Így jó lesz, uram? Igen. Azt hiszem. Köszönöm. Segíthetek? Ismeri ezt a férfit? Talán levágatta a haját, vagy ilyesmi. Ismerős valaki közül? Nem. Ki akasztaná a falra? Maga az ingatlan ügynök, akit lelőttek. Igen. Majd keresek valami helyet ennek. Köszönöm. Az űrge másnap megszabadult attól a szakáltól. Hogy találhatjuk meg? Egy hónap után. 5 hét. Én folytatnám az életem. Szevasztok! Ismerkedjen meg, Tim Franci. Ő lenne az? Bízzon be. Mindenféle ügyet tárgyal. De nekünk még nincs ügyünk, ugye? Gail, bemutatom Francik helyettes államügyiszt. Mr. Franci, jutott már valamire az ügyben, igen vagy nem? Mutatjuk a kapcsolatot Lazára és Förmen között. Biztos, hogy van kapcsolat? A város összes bárját és topless-lepiát végigjártuk. Mindenféle alaktól tudjuk, hogy Lazára végezni akart Swannal. Ennek mi haszna, a Förmen eltűnt? Ott tartunk, hogy fodrászüzletekbe járunk. Az ilyesmihez idő kell. A forgalmam a felére csökkent. Nem vagyok képes házakat mutogatni. A bal fülem félig süke. A jobb karommal nem érzek. A biztosító pedig nem fedezi a fizikoterápiát. Nem adjuk fel az ügyet, Mrs. Walford. Én csak egy házat akartam eladni. Ezt fel kell derítenünk. Bob? Bob! Thank you.
Jaj, Fred. Jaj, te süket macska. És most Joe Myers készülődik az ütéshez. Az idei idényben eddig még minden mérkőzésen remek átlaggal játszott. Most én. És a Buffalo csapat egyik... Jó nagyot aludtál. És most is nagyot ütött. Túszált a jobb szélsőt. És úgy tűnik ezzel az ütéssel ismét értékes pontokat szerezhet a helyi csapat. Joe Myers ismét megtette, amit tőle telhető. Tombol a közönség. Mildred néni telefonált. Most már 7-3-ra elhúzott, és még nincs vége. Igen, Rick, az ilyen ütés az, amitől minden... Mondtam, hogy épp alszol. Jól eltalálta, védhetetlen, majdnem kirepült a stadionból, de ahogy látom, sokan igyekeznek megszerezni a kiütött lapot. Talán hívd vissza hajnali 4-kor, akkor ébren vagy. Nem lesz könnyű dolga egy ilyen ütés után, de a csapat megnyugtató előnye még őt is remek ütésen ösztön. Ilyenkor pattanásuk feszült a légkör, tombolnak a nézők. Nagyon érik a hazai győzelem. Igen! Erősen pörgött a dobás. Az ilyet nagyon nehéz fogni. Hidd el, szívem, már megnéztem, nincs kint senki. Tehát kiszámolj. Nézd ezt a képet. Imádom, amikor a léghajóról mutatják. Marad az eddigi eredmény. A Buffalo nem tudta növelni az eredmény. De is olyan dagat leszel, ha nem hagyod abba az ivást a rendes vacsora helyett. Hol voltál ma délután? Kimentem egy telekre Mettel. Vásárolni voltam, elvártam volna, hogy itt legyél, amikor hazaérek. Talán írd ki, mikor vagyok szolgálatban. Féltem bejönni a saját házamba, féltem, azt hittem, itt van ez a szemét. Sajnálom, Gail. Ne haragudj. Azért kaptál ma kimenőt, mert azt hittem, itt leszel, mire hazajövök. Azért akarok itt lenni, mert szeretlek, nem azért, mert a főnököm ezt mondja. Ó, szóval nem akarsz már nekem dolgozni, rendben. Hónapok óta nem adtál el egy házat se. Mert folyton téged fuvarozlak az ügyészhez, a kórházba vagy a rendőrségre. Nem alszol éjjel, túl sokat iszol. Nem bírsz egyedül lenni, és semmi értelme, mert a krapek nem jön vissza. Sajnálom, hogy ilyen liba voltam. Sajnálom, hogy nem voltam itt, amikor megjöttél. Felhívtad már Mildred nénit? Nem a te nénikéd. Hát ez meg mit jelent? Hogy majd hívom, ha akarom. Oké. Nem kell emlékeztetned, hogy beszéljek a családommal. Nem kell emlékeztetned a családomra. Oké. Ne kezd ezt. Ma nem fogunk veszekedni, rendben? Helyes. Felöltözöm. Kimehetnénk a kertészetbe az a leákért. Na, nem érek rá. Ha? Jó, akkor majd holnap megyünk. Holnap csak késő délután érek vissza. Elfelejtetted? Marcyt viszem Torontóba a Yankee meccsre. Nem te vagy soron. Cseréltünk. Kettős meccs lesz. Előre szóltam neked. Azt nem mondtad, hogy ott is alszotok. Hát utána már késő hazaindulni egy 6 évessel. Hosszú az út. Egy hotelban alszunk, még soha nem csinált ilyet. Velünk jöhetnél. 2 baseball meccs egymás után. Novokaint kapok? Nem gondolod, hogy bután viselkedsz? 2 dolog között választhatsz. Felhívhatod Barbot, hogy aludjon nálad ma este, vagy eljöhetsz velünk Torontóba, és a szállodában maradhatsz. Amit nem tehetsz, hogy elrontod a lányom programját, amiről egy hónapja szóltam neked. Tűnj el innen. Hogy? Azt mondtam. Tűnj el innen. Soha többé nem akarlak látni. Drágám, tudom, hogy nehéz neki. Igen, nekem vannak gondjaim, nem Marcynak. Lusta vagy, le vagy égve, és csak azért vagy itt, mert eltartalak. Ja, igen.
Sajnos lekéstem a milliómosokat. Ha most elmész, többé ne gyere vissza. Jó, Istenem, sajnálom. Hé, gyere vissza, kérlek. Kérlek, gyere már. Férfiak. Még egy gajat sem tudna elkapni. Pont így mondtad. Központi ügyelet. Tarts a vonalat, kérem. Randy Travis. A megyei vásáron énekel. Tudom, hogy szereted. Ezt is próbáljuk. Én nem. Van még egy óránk. Nem akarod megnézni Tom Johnson lovas bemutatóját? Jó, persze. Óvatt, a cukrot is kapok. Na, azt kapsz, amit csak akarsz. Nézelődjön, csak nyugodtan. Nem, szerintem előbb ide, aztán oda meg. Hát, ha nem bírom megenni, fűtésre még elhasználhatjuk. Szigetelés. Szigetelés, igen. Tessék a hotdog! Hotdogot legyenek! Tom, nem nyert valamit tavaly? Nem. Szóval nem. Michelle-ig neki kellene hozni ide a picit. Ja, találkozhatnának Marcival. Meg egy kopa szürke. Jézus Mária. És mitől olyan biztos, hogy ez volt az a férfi? Meg akart ölni, bárhol felismerném. De azt mondta, hogy sisak volt rajta. Ugyanaz az ember volt. Talán csak minden fekete egyforma magának. Nem igaz. Vagy csak a férfiakkal van baja. Például a volt férjével. Soha nem meséltem róla magának. Akkor miért teszi pokollá Bob életét? Nekem ebből elegem van. Kisé paranoiás, igaz, Gail? Ki zárta be az összes ablakot? Vége a beszélgetésnek. Miért viselkedik úgy, mint egy kurva gép? Nem vagyok kurva! Drágám! Drágám! Jól van, itt vagyok. Itt vagyok. Jól van. Senki se fog hinni nekem.
Jó reggelt. Jól van? Tegnap megtaláltam. Kit? Azt, aki rám lőtt. És hol volt? A megyei vásáron. Bob felírta a nevét. Csak oda ment és elkérte a nevét. Leolvasta a kitűzőjéről. Sam von Carvernak hívják. Ja igen, és Bob eladott neki egy telket Arizonában. Nem viccelek. Gail, tudom, hogy mi ment keresztül az elmúlt hónapokban. Igen. Őt láttam. Miért visel kitűzőt egy gyilkos? Mert zsaru. És ki a felettese? Ja, ismerem, együtt járőröztünk. Ezt mondja? Rendben. Figyelj, erről ne szólj senkinek, míg vissza nem hívlak, oké? Kösz. Van egy fekete a lovasrendőrök között, de a nevet rosszul tudta. Samuel Carver. De akkor sem stimmel. A Krapek mint a polgár. Az biztos, hogy nálam nem stimmel. Ideges leszek, ha az ölembe potjon a megoldás. Gay 100%-ig biztos benne, hogy ez az a Krapek, aki rálőtt. Kapitány, tudom, hogy a barátod, de hogy zsaru tette volna, ugye? Részidő zsaru, önkéntes, mert szereti a lovakat. Volt már valamilyen balhé? Semmi, amiről tudnánk. Egy biztonsági vállalat tulajdonosa, kiváló katona volt. Nős, gyerekek, lovastanyán él, önkéntes egy jótékonysági egyletben, a Studio Arena színház igazgatósági tagja, régen egy zöldséges vállalat biztonsági főnöke volt. Narkós kapcsolatok? Sehol semmi, mint a állampolgár. Hogy kerül egy ilyen kapcsolatba egy Lazára félével? De még ha ismeri is Lazárát, miért vállalná el Ted Sloan kinyírását? Hát ez az, nem jön össze. Én hiszek Gail Wolfernek. Én nem mondom, hogy hazudik, de ez egy faji jellegű azonosítás. Ezek hírhettek. A fehérek tévednek, a feketék is tévednek. A tanú fekete vagy fehér azt lát, amit akar. Meg kell mondanom, a serifék együttműködnek velünk. De ebben az ügyben nem szabad tévednünk. Ha egy ilyen azonosítás miatt zaklatunk egy feketét, és tévedünk, mindannyian újra kezdhetjük a trafipaxozást. És a ketten állítják? Nem értem. Csak úgy keresgéljük. Véletlenszerűen. Előbb-utóbb mindenki kijön a vásárba. Csak nézzen ki. Adjuk a tudkuricát, tessék! De délutára szeretnék visszamenni dolgozni. Hé! Ismerem azokat a srácokat. Kér pattogatott kukoricát? Hé! Hogy vagytok, fiú? Meg vagyunk. Konrad Merli, bűnügyi osztály. Hogy vagy? Hello. Történt valami izgalmas? Az attól függ, hogy mit szólsz a 12 év alatti kislányok lovas bemutatójához. Értem, mire célzol. De én mondom, fiúk, a lányom biztosan boldog lenne, ha megsimogathatná ezeket a lovakat. Hát, még egy hétig itt vagyunk, hozd el nyugodtan. Majd felültetem a lóra. Áll az alg. Hé, meg! Fényképezz le ezekkel a vidám fiúkkal. Vegyétek le a sisakot. Még a végén kiakasztom az irodám falára. Susan! Mit gondol? Levágatta a haját és a szakállát, de kiráz a hideg tőle. Nem mehetnénk innen. Jó, de ő volt az? 10-es skálán 7-es vagy 8-as lenne. A kocsiban várom. Szia! Szia! Hogy állnak? Azt mondják, ennyi fény mellett leszállópályát is építhetnénk. Semmi kifogása. Csak Carver ne szálljon le ide. Nem vett észre a vásárban. Tudom. Tudom. Megint telefonált a nagynénéd, látni akar. Már egy hete volt, és még nem tartóztatták le. Mire várnak ezek? Nem a te gondod. Addig igen, amíg nem csukták le. Le akarják tartóztatni, vagy házkutatást tartani? Mindkettőt, bíró úr. Nézzék így magunk között. Nem lesz ebből baj?
Három áldozatunk van, bíró úr. Az egyik lebénult, a másik kettő szerint ő volt az. Egy tízes skálán szerintem hetes vagy nyolcas? Szerintem csak G. Wolfer biztos, de Susan Clare is nem 100%-os. Szerintem valószínűsíthető okról van szó. Csak házkutatást adok. Akkor nagy valószínűséggel meglép. Miért? Mert én láttam Claridge arcát, amikor levette a sisakját. Tudta, hogy ő volt. 30 éve csinálom, bíró úr. Oké. Jó napot, Miss Bendix. Sam, hogy vagy? Ráérsz? Hé, hey, Konrád, ugye? Gyertek be! Emlékszel Mac-re? Gyertek be! Hé, hey, John Wayne. Ja, az én emberem. Sam, egy tavaly márciusi lövöldözés ügyében nyomozunk. Szardíniában volt. Emlékszel rá? Tudod, elég furcsa dolog volt. Pár hónapja nekem is volt ott egy ügyem. És a barátom mondta, jó, hogy te nem jártál erre egy hónappal ezelőtt, mert le is tartóztathattak volna. Mire gondolt? Hogy hasonlítok a képre, amit köröztetek. Persze mindenki tudja, hogy a feketék egyformák. És voltok ott arra, hogy beszélj bármelyik áldozattal? Ted Sloan, G. Wolfer, Susan Claridge? Nem, nem, nem volt rá okom. Merre jártál március 25-én este? Hát ezt így fejből nem is tudom. De megkérhetem Sarah-t, hogy nézzen utána. Na és Benny Lazara? Ismered őt? Igen, járt itt párszor. Csak rám akar csúzni egy roncskocsit. Az az ember egy nagy művész, én mondom. Sokat segítettél, Sam. Oké, viszlát. Elolvasnád ezt nekünk? Ezennel letartóztatom Samuel Carvert. Ez rossz vicc, fiúk. Kezeket a fejedre, Sam. Egyes csapat, zárják le az épületet és kezdjék. Kettes csapat gyanúsított őrizetben jöhetnek az irodába. Jogában áll hallgatni, joga van ügyvédhez. Igen, 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 fel is hívom. Azt hittem, csak vicceltek azzal a körözési rajzzal. Csak egy nagy hibát követtek el. Micsodát? Nem én voltam az. Oké, mondják a szöveget. Én nem szoktam senkit bántani. Mi a szar ez? Bántani. Én nem szoktam senkit bántani. Én nem szoktam senkit bántani. Ő volt. A harmadik. Biztos? 100%-ig. Carver volt, ugye? Óvadéki kérvényben nyújtanak? Bíró, tekintettel az ügy erőszakos jellegére, a vád indítványozza, hogy a vádlott ne kapjon óvadékot. Bíró úr, az ügyfelem semmiféle veszélyt nem jelent a társadalomra. Nincs priusza és polgárjogi vezető. Letartóztatva sem volt. Gondoskodnia kell az üzletéről és családjáról. A szökés ki van zárva. Óvadék ellenében kérjük szabadlábra helyezni. Tekintettel a vádlott társadalmi gyökereire, az óvadékot 75 000 dollárban állapítom meg. A tárgyalás elnapolva. Igen, hallottam. Ez még nem jelent semmit. Hol vannak? Ott várnak.
A bíró alacsony óvadékot állapított meg. Carvernek nem lesz gond letenni. Csak úgy kisétálhat innen? Megértem, mit érez, az de... az ember meg akart ölni. Semmit se lehet tenni. Mindaddig ártatlan, míg nem bizonyított, hogy bűnös. Ha ő ártatlan, akkor én hazudtam, igaz? Vád alá helyezték Gail, tehát lesz tárgyalás. Remek. Bíróság elé állítják azért, amit tett velem, és én nem is lehetek bent. Csak mert tanúként fogom szólítani. És talán Bobot is, de a lányok bent lehetnek. Ha anyáik nem lehetnek bent, ő miért van ott? Mert ő a vádlott. El lehet ezt gyújtani, mint a tésztát. Mr. Kanda! Nos, úgy tűnik, a bíró nem tartja veszélyesnek az ügyfelem, igaz? Nem akarná elejteni a vádakat. Sokat spórolhatna az adófizetők. Azért fizetnek, hogy lecsukassam a bűnözőket, és mindketten tudjuk, hogy ez az ember a tettes. Én semmi ilyet nem tudok. Vannak tanúink, akik állítják, hogy a lövöldözés napján nem járt a környéken. Szakértőink a hangazonosítást vonják kétségbe. Bebizonyítjuk, hogy Mrs. Wolfer téves azonosítást tett. Ez a nyitó beszéd volt? Mert ha igen, remek volt. Nem én nyitok, hanem az ügyfele. Micsoda? Hogyan? Sam segít a saját védelmében, Timmy. Gailt be sem engedik a terembe, de ő nyugodtan hazugnak nevezheti. Csak pár kérdést tehet fel neki, ennyi. Ezt milyen jogon teheti? Bebizonyítja, milyen nevetséges a vád. Sam igazán remek szólunk. Egy gyilkoshoz képest biztosan. Gail. Pisztolyt szegezett rám. Tudom, hogy ő volt. Wolfer vagyok. Egy férfi uralkodik a házam körül. Igen, persze. De siessenek. Valami baj van? Most le a villanyt. Húj le! Meglátod? Ki az? Ő. Mindjárt itt a rendőrség. Itt vannak a közelben. Honnan tudod, hogy ő az? Láttam? Igen. Pisztoly van nálam? Igen. Vaklárva volt, nem ő az. Bocsron. A sok fény miatt. Azt mondják, mindenki látni akarja. Ha tudna aludni, akkor ez nem fordulhatna elő. Joy Falcon és Teresa volt, csak smároltak. De most már elmentek. Drága. Úgy nézek ki, mint valami selejt a halottas házból. Egy kiadós alvás helyre pofozni. Nem alhatok, míg ő szabadon van. Nem fog bántani, drágám. Nem, tudom. Úgy döntött, inkább kicsipi magát, és eljátsz a nagy okost a bíróságon. Szállj le róla, oké? Nem Carver a mi gondunk. Szóval képzelődöm. Ez az, ugye? Nem Carver volt az? Azt hiszed, ő volt az. Tudom, hogy ő volt. Te is olyan vagy, mint a többiek, akik egy hisztérikus nőnek tartanak. Nem tudod, mit tett velem, és nem is érdekel. Mert ilyen még nem volt soha, mi? Ilyen még nem történt ebben a kis faluban. Hogy? Hát Carver lőtt le. Na és? Te rohadék! Na most mi van? Megint kirúgsz? Szabadlapot adok neked, hogy megszámolhassd a sebeimet. Már begyógyultak a sebek, Gail. Ne beszélj nekem a sebekről. Belevaló nő vagy. Darabokra tépheted Kantont a bíróságon. És Carverrel is elbánsz, mint ahogy tökön rúgtad, mikor bántani akart. És bántott is. És el is kaptad érte. De most már hagyd abba, és bízd a bíróságra. És ha elszúrják? Összedől a világ, ha felmentik.
Egy szart. Téged nem lehet lelőni. Te egy gőzmozdony vagy, egy... Nézd rám! Sebhelyes az arcod. A lövések nyomai. De ami értékes benned, ami erős és szexi és okos, az sértetlen maradt. Carver szembe szállt veled, de te alaposan elintézted. De most állj fel és menj tovább. Szóval ilyennek látsz engem. Egy gőzmozdony? Elkezdődött már? Még az esküdteket választják. Mrs. Wolfel vagyok, hol várjak? Miss Moore, van érettségije? 16 éves koromban hagytam abba a tanulást. Mit olvasott mostanában? A tévéújságot. És van egy könyvem, a házi veteményes kertről. És, ó, a kagylókereső, de azt még nem fejeztem be. Meg tudnám mondani, milyen is egy fekete hang? Tanúváró. Hát, sok fekete barátom van a munkahelyemen. Van, aki feketeként beszél, van, aki nem. De ugye nem gondolja, hogy minden fekete úgy beszél, mint valami napszámos vagy kábítószerkereskedő? Hát maga nem. Megvádolták már valaha is tévesen? Én nem tévesen vádoltam meg magát. Rajtam volt a sisakom. Nem illik rám a leírás, amit a rendőrségnek adott. Miss Claridge, aki a vásárban sokkal közelebbről látott, nem tudta biztosan állítani, hogy én voltam, aki meghúzta a ravaszt. Ott kellett lennie. Csak azért, mert a rendőrség nem talált senki mást? Nem, mert... Nos... Én... Ugyan, Mrs. Wolfer, majd 1 millió ember él Buffalo-ban. Mekkora az esély arra, hogy csak úgy véletlenül összefut a támadójával? A 40 éves fekete férfiak száma sokkal kisebb. Tehát egy feketét keresett, aki hasonlított a támadójára. Igen. Nem! Mármint... Én nem kerestem senkit se. Ugyan, Mrs. Wolfer, mindenütt ilyeneket lát. Gyilkosokat lát várakozni a parkolóban. Látja őket a lámpák alatt otthon, a megyei vásárban. Nem, veszélyes külsejű feketéket lát, bárhová is megy. Nem igaz, Mrs. Wolfer? Drága! Jól vagy? Kérsz egy kávét vagy valamit? Ezt nem. A húgom azt mondta az anyámnak, hogy én törtem el a babát. Pedig a bátyám tette. Nem jó bűnbaknak lenni, ugye? Nem. Ügyvéd urak, egy percre. Ön nem, uram. Az élet túl rövid ehhez, ügyvéd úr. Bíró úr. Az ügyfelemnek joga van önmagát képviselnie. De ahhoz nincs, hogy önmutogatásra használja a bíróságomat. Arról nem beszélve, hogy Voir Dire tárgyalja az ügyét. Ilyen szabad kezet nem kap tőlem. Most utasít engem, bíró úr? Vegye baráti figyelmeztetésnek. Elsüllyed a hajó, mielőtt elhagyná a kikötőt. Akkor kezdhetjük. Csak Candon tehát fel kérdéseket. A bíró figyelmeztette Carvert a stílusa miatt. Thank you.
5 órája foggatják. Bírja még? Remekül állja. Remélem nem hagyja magát. Mondhatjuk esetleg, hogy a támadást követő hónapokban nyugtalanítóan eredménytelen volt a gyanúsított utáni kutatás? Én nem voltam nyugtalan. Valóban? 4 hónappal a támadás után, és nincs meg a tettes? Ha, meglepő. Tudtam, hogy a rendőrség elkapja. Ó, igen, persze. Jól ismerte a rendőröket, igaz? Hisz sokan jártak közülük a vendéglőjébe. És soha nem beszéltek arról, Mrs. Walfer, hogy milyen nagy nyilvánosságot kapott az ön esete, és hogy milyen eset volt? Hogy miféle nyomás nehezedett a rendőrségre, hogy felmutassanak egy gyanúsítottat? Nem, uram. Mi csak is arról beszéltünk, hogy halad az ügy. Hát persze, hogy nem. És akkor jött ez a hihetetlen véletlen. Elment a vásárba, és látott egy fekete férfit, az ügyfelemet, Mr. Cowart, aki valamelyest hasonlít a férfire, aki magára lőtt. Én nem valamelyest mondtam. Ha valóban azt hitte, hogy ő az, akkor gondolom azonnal értesítette volna a rendőrséget. De eskü alatt vallotta, hogy egészen másnap reggelig várt. És csak akkor szólt Browning kapitánynak erről a hihetetlen szerencséről. Megvárta, míg betért reggelizni a vendéglőjébe. Bíró úr, mi itt a kérdés? Nagyon sok kérdésem lenne erről az ügyről, ügyvéd úr. De akkor felteszek egy nyilvánvalót. Tehát, ön azt vallotta, hogy felismerte az ügyfelem hangját a hangazonosításkor, jól mondom? Jó fülem van. Nagyon művelten beszélt. Én 7-szer vagy 8-szor beszéltem vele telefonon. Nos, csak igennel vagy nemmel válaszoljon. Lehetséges, hogy valaki más, aki az ügyfelemhez hasonlóan művelt, hívta fel magát? Lehetséges, de... Köszönöm, Mrs. Walfer. És az nem lehetséges, hogy a férfit, aki magára lőtt, Ferment, a hosszú göndörhajú férfit, azért bérelték fel, mert nagyon hasonlít az ügyfelemre? Nem, uram, az nem lehetséges. Mert Ferment és az ügyfele egy és ugyanaz. De ha ez nem igaz, Mrs. Walfer, akkor nagy hibát követel, igaz? Kösz, hogy befáradt, Benny. Na, uraim, mink van? Olvasd fel Mr. Franciknak, Benny. 83-as Plymouth Duster. Vevő Benny Lazara. Ár 2800. Kilométerállás 42.961. Ja, emlékszem, szar volt a differenciál. Össze volt tákolva. Na és? És most ezt? 83-as Plymouth Duster. Eladó Benny Lazara. Ár 3800 dollár. Á, jó, kerestem egy ezres rajta. A csaj azt se tudta, hogy mi fánterem a differenciálmű. Mi volt a kilométerállás, amikor eladtad, Benny? Hát, nem tudom kiolvasni. 31.004. 12.000-el kevesebb, mint mikor vetted. Visszatekerted, Benny? Maguknak nincs más dolguk, mint ilyen piti ügyekkel foglalkozni. Nem csak egy kocsi volt, 8 hónapja keresgélünk, és 131 bizonyított visszatekerésünk van. Mindegyikért legalább 1 év sityán. Hogyan már, fiúk? Ez semmi! 131 év sok idő a semmiért. Vigyék le a fogdába! Rendben. Értem. Nos... Mit akartok tőlem? Mondd el, mit tudsz Sam Carverről, Benny. Jézusom, Mildred néni, mit keresed az utcán ilyen időben? Igyekszem zavarba hozni az unokahúgomat. Látod? Nem vagyok leprás. Én
A tárgyalás után akartalak felkeresni. Az én koromban nem várunk a jogi rendszerre, Géo. Minden olyan bizonytalan volt mostanában. Én a peren gondolkozom. Barbara az esküvőjén gondolkozik. Kyle pedig az egyetemről. Ugyan már. Ez még csak egy bébi. Komolyan? Mikor ült utoljára az öletben? Oké. Nem töltök elég időt a családommal. A jobb napjaimon kutatok a fiókokban. Ez itt az anyámé volt. Szeretném neked adni. Köszönöm. Gyönyörű. Csak nem egy napló. Akkoriban beírófüzetnek hívták. Listáknak való. Meg emlékeztetőnek is használták. Te üres. Olyan volt, mint te. Nyüzsgős. Ez pont jól jön. Telefonszámoknak. Soha se találom. Ne telefonszámokra pazarold. De Mildred néni, telefonszámok körül forog az életem. Mikor ilyen idős leszel és benézel a fiókodba, ezt akarod látni? Valaki telefonszámát? Nem. Ragasz fényképeket bele, kedvenceket, embereket. Írd le, mit gondolsz. Mindig te voltál a kedvencem, Gail, mert harcos vagy. Mikor lelépett a férjed, üzletasszonnyá tornáztad fel magad. Felnevelted a lányokat. Felmásztál a hegyre, és nem néztél vissza. Míg Carver le nem lökött. És ha majd elítélik, újra felmászol. Igaz? Muszáj lesz. És ha megúszza? Nem úszhatja meg. Majdnem megölt két embert. Pedig megtörténhet, Gail. Ezért kell lecsukatnom. A bíróságon egyszerű dolgod volt. Igazat mondani. De amit ezzel kell tenned, sokkal nehezebb. De miről írjak? Arról, ami igazán fontos neked. Ajándékot kaptál Carvertől. Megmutatta, milyen nagyszerű dolog élni. Csak ennyit akartam mondani. Mr. Lazara, ismeri a vádlottat, Samuel Carvert? Ja, egy csajjal voltam nála, magánnyomozót kerestünk. Kapható volt, láttam a szemében. Ja, így visszamentem, hogy csináljon meg nekem egy melót. Ennek a melónak köze volt egy Sloanhoz? Ja, a Sloan átvágott, hogy 90 000 dolcsival. Elmeséltem Samnek, és mondtam, hogy Ted háza eladó. Mondtam, ha bemegy oda, és visszaszerzi a pénzem, a fele az övé lehet. És azt is mondta, hogy ölje meg? Határozottan nem. Öné a tanú. Mr. Lazara. Ön ma azért tanúskodik itt, mert alkut kötött Mr. Francikkal, igaz? Törlesztenem kell a társadalomnak kilométer óra visszatekerés miatt. Nem kokain kereskedésért? Nem árulok drogokat. Kizárólag használt kocsikat. Oh. Hogy ismerte meg Ted Sloant? Neveket adott el nekem, és kész. Drogvevőket? Mennyit fizetett egy vevőért? 3-4 000. És mégis Mr. Francik hivatala semmilyen drogvétséggel nem vádolta magát, ugye? Az alku az, hogy bűnösnek vallom magam 5-szeri óra visszatekerésben, és a bíró figyelembe veszi, hogy együtt működtem. Na már most, miután Ted Sloant lelőtték, a rendőrség felkereste magát, ugye? Ja, együtt teáztunk. Tehát már akkor, és mindig is, gyanúsított volt az ügyben? Gondolja, azért ülök itt, mert szeretek másokat beköpni. Miért higgyenek el magának bármit az esküdtek, Mr. Lazara? Ha hazudok, bukik az alku. Oké, Mildred néni, feladom. Semmi telefonszám, csak a gondolataim. Amire érdemes emlékezni.
Barbara esküvője pár nap múlva lesz. Nos, térjünk vissza 1988. március 25-ére. Te kézni mentek este? Igen, elmentünk. És a főnöke, Mr. Carver, beugrott magukhoz? Igen, eljött. Igen. Körülbelül hány órakor lehetett ez? Fél 10 és 11 között. Ballonkabátban és kék legombolós nyakúingben volt? Nem. Sötétkék öltönyt viselt. Lila inggel és nyakkendővel. Na most a rendőrségi napló szerint Susan Clarice este 10 óra 32-kor telefonált. Akkor ön szerint lehetséges, hogy Mr. Carver elindult Sloan házától Szardiniában, pár perccel 10 óra 32 előtt 30 mérföldet vezet, átöltözik, és este 11-kor megérkezik a tekepályához? Nem, uram. Kizárt. Öné a tanú. Miss Bendix, ön milyen ruhát hordott aznap este? Nem emlékszem. És a másik négy hölgy, akivel volt, az ő ruhájukra emlékszik? Nem. De arra pontosan emlékszik, mi volt Mr. Carveren, a lila nyakkendőjére is. Azt viselte aznap az irodában is. Értem. Miss Bendix, tudja ön, hogy Samuel Carver hiteleket vett fel a CSS üzlete beindításához? Tiltakozom, bíró úr. A tanú csak irodai alkalmazott. Ő vezeti a könyvelést. Elutasítom, válaszoljon. Volt ilyen. 90 000 dollárnyi kölcsön? Azt én nem tudom. Volt fedezetlen csekk? Egy pár, nem volt nagy ügy. Azt is tudta, hogy Samuel Carver elmaradt a személyi kölcsöntörlesztéseivel, amit a házára vett föl? Senkit sem próbált megölni. Köszönöm, Miss Bendix. Mr. McBain, honnan ismeri a vádlottat? Együtt dolgoztunk a Sunbright áruház biztonsági osztályán. Sam tanított be. 3 éve ott hagyta az állást, hogy beindítsa a saját biztonsági cégét, a CSS nyomozóirodát. Miért ment el? Sam mindenkinek azt mondta, hogy itt sokkal több magánmegrendelést tud elfogadni. És mikor kivált, a Sunbright átadott neki 1-2 ügyfelet és 1-2 rendőrségi felszerelést is, igaz? Igen, uram, így igaz. Megtaláltam a leltárt is erről. Mutatok önöknek egy Peerless bilincset. Sorozatszám 609-417. Ezt a bilincset Susan Clarice kezéről vették le a támadás estéjén. Mutatok önnek egy papírt. Be tudja azonosítani? Igen, uram. Ez a leltár az átadott felszerelésekről. A Sunbright adta? Igen, 1976-ból való. Miután a cég megvett 6 pár bilincset a rendőrségi raktárból. És az egyes bilincseket sorozatszám alapján adták át, ugye? Igen, uram. És kivette át azokat a bilincseket, melyek sorozatszáma 609-417-től 609-419-ig terjed? Sam Carver. Ekkor már az egész násznép az oltár körül tolong. Nehogy elessen. Megállnak, kérem a jobb kezét. Nem, a jobb kezét kértem. Miért maradsz együtt velem? Mert fiatalabb nem jutott. De komolyan. Nem hagylak aludni. Késsel támadok emberekre. És túl sokat iszom. És megszegtem azt a szabályt, hogy az üzlet és a magánélet 2 külön dolog. De másfelől meg érdekes bűnözőkkel találkoztam az elmúlt évben. Ezért megéri együtt lenned egy őrülttel? Az őrült elmegy. A szex is még inkább. De az unalmasakat utáljuk. Jók? Én, Pat Turner, Warren Beatty, ilyen krapek. És most jön az eskü. A szavak miatt ne aggódjon. Ha elfelejti, majd kisegítem. Szükséges lesz rá. Sohasem mondom, hogy szeretlek.
Te mindig mondod nekem. Ezt soha nem éltem volna túl nélküled. Kösz. Szeretlek, Bob. Sam Carver egy bűnbak. Azért, mert fekete. És azért, mert sikeres. Gondolják csak végig az itt hallott vallomásokat. Ezt a férfit megbízza egy óriási vállalat szupermarketek védelmével, ahol könnyen hozzáfér óriási mennyiségű készpénzhez. Na már most számíthatott-e arra, hogy esetleg Ted Sloan is tart otthon ennyi készpénzt? Carver remekül ért a fegyverekhez, sőt, megjárta a katonaságot, és vadászni is szokott. Ha bárkit is meg akart volna ölni, elvétette volna a lövést háromszor is. Hölgyeim és uraim, Mr. Carverre sok minden illik, de az nem hogy ostoba. Csak is szerencsétlen. Ügyfelem szerencsétlenségére Benny Lazara besétált az irodájába, és látta, hogy hasonlít egy másik fekete férfira. Arra, aki oly elkeseredett volt, hogy elvégezte Benny Lazara piszkos munkáját. Hát kinek volt oka eltenni láb alól Ted Sloan-t? Benny Lazarának. Kit gyanúsított a rendőrség órákkal a büntény után? Benny Lazarát? Ki tudta, hogy Ted Sloan háza eladó, és hogy az ügynök Gail Wolfer? Benny Lazara. Hölgyeim és uraim, ahhoz, hogy önök bűnösnek mondják ki ügyfelemet, minden észszerű kétséget ki kell zárniuk. Önök mind észszerű emberek. Biztos, hogy vannak kétségeik az üggyel kapcsolatban. Sam Carver próbált megállni a saját lábán, de nem sikerült. Elsüllyedt a tengernyi adóság alatt. Benny Lazarától hallotta, hogy Ted Sloan házában rengeteg pénz és talán kábítószer is van. Carver agyában ekkor kezdett formát ölteni egy terv, de egy probléma azért volt. Hallotta, hogy igen bonyolult biztonsági rendszer található a házban, és ezt ki kellett iktatnia. Ezért lépett kapcsolatba Gail Wolferrel, mert vele besétálhatott a házba. És ekkor arra gondolt, miért adjam a felét Benny Lazarának? Lazara nem volt abban a helyzetben, hogy feljelenthette volna. Sloan és Claridge úgyis meghalnak. És marad Gail Wolfer, az egyetlen ember, aki azonosíthatta volna, és Mr. Carver mindent megtett, hogy ez soha ne történhessen meg. A büntény éjszakáján Sam Carver várta, hogy Susan Claridge hazaérjen, mert úgy készült, hogy a pisztolyt a fejének szegezi, és kényszeríti Ted Sloan-t a pénz átadására. Ekkor már gyerekjáték lett volna megölni a két szem tanút. De mindez az alapos tervezés hiába volt. Mert Susan Claridge elment vacsoráért, és későn ért haza. És Gail Wolfer korán érkezett. Hallották, hogy mi történt. Mr. Condon jól mondta. Valóban Benny Lazara adta Sam Carvernek az ötletet Ted Sloan házáról, de Carver volt, aki aznap odament. És Carver volt, aki meghúzta a ravaszt. Nem budáskodj, tojáslikőr volt. Szörnyű vagy. Hallottad róla, mit mondott az unokatestvéred ruhájáról? Anya. Ki kezdte? Hosszunk, lányok.
Remek időzítés, pont most jönnek vissza az esküdtek. Közvetíti a tévé. Nem, már vége. Többé nem számít. Biztos? Szerinted hányszor megy férhez a lányom? Tudom, de... Fizessen azért, amit tett veled. És a kisétál? Menj csak, nézd, ha akarod. Nem merj így nézni rám. Így áll egy kis pesgőt, azt hiszem rád kér. De és én? Parancsolj. Jaj, Istenem, micsoda nap. Ahogy mondod. Ja. És te bírod még? Persze. Na és te? Mely olyan érdeklődést váltott ki Nyugat New Yorkban, ma a végéhez ér az esküdtek döntésével. Mesélj! Még csak most jönnek be. Szemmel láthatóan elgyötörtek az esküdtek a két napja tartó mérlegelés után. Az esküdtszék elnöke jön be utolsónak, kezében az ítélettel. Kérem, a vádlottat álljon fel. Elnök úr, olvassa fel az ítéletet. Az esküdtszék a vádlottat rablás vádjában bűnösnek találja. Lőfegyver jogtalan birtoklásának vádjában bűnösnek találja. Két emberen elkövetett gyilkossági kísérlet vádjában bűnös. Jaj, de boldog vagyok. Köszönöm. És remélem, eldobják a kulcsot. Remek, akkor most csinálhatunk egy képet a családról. Csak megmelegszik a pezsgő. Most már két dolgot ünnepelhetünk. De tudom, hogy melyik az igazi boldogság számunkra. Barbira és Joe-ra, és a csodálatos éjszaka. Igen. A jó orvosokra és a zsarukra. Randy Travisre. A családra, a barátokra, és még több pezsgőre. Igyunk. Mosolyt kérek. Még egyet, még egyet. Gail Wolfer egyik fülére változatlanul süket. Bob Spraggel együtt boldogan várják Barbara és Joe első gyermekének születését. Tess Sloan fejsérülése miatt továbbra is nyomorék. A férfi, akit Sam Carverként ábrázoltunk, a New Yorki börtönben tölti 29-től 75 évig terjedő büntetését. Változatlanul állítja, hogy ártatlan. Magyar hangok. Felföldi Anikó, Végvári Tamás, Rajhona Ádám, Jani Ildikó, Revicki Gábor, Hankó Attila, Fazekas Zsuzsa, Nyírő Bea, Mihály Győző, Snell Ádám, Velencei István, Kautsky Armand, Détár Enikő, Kassai Ilona, Zalán János, Zubornyák Zoltán. Magyar szöveg Kis Katalin, hangmérnök Heisler László, gyártásvezető Lajtai Erzsébet, szinkronrendező Nikodém Zsigmond. A szinkron a Channel One BT szinkron stúdiójában készült. Produkciós vezető Rozgonyi Gábor. Forgalmazza a Driving 2000.